Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket Békésváros önkormányzata és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ nevében az Idősek Világnapja alkalmából. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Megkérem polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Éppen 25 esztendeje, hogy az ENSZ az idősek világnapjává nyilvánította október 1-jét. Ez a nap azóta a világon élő több száz millió embertársunkra, idősekre, szépkorúakra irányítja a figyelmet. Tudnunk kell azonban, hogy világnappá korán sem csupán érzelmi, morális döntés nyomán alakulhat egy-egy jelenség, noha az öregek iránti tisztelet valóban szinte valamennyi kultúra része. Mégis szükség volt arra 1991-ben, hogy az ENSZ minden már meglévő társadalmi konvenció mellett az is az idősekre fordítsa a világ figyelmét. Vajon miért? Kérdezhetik most talán többen is. A választ a nyugati világ demográfiai átalakulása adja meg számunkra azzal a ténnyel, hogy évről évre emelkedik az idősek aránya, és ezzel párhuzamosan csökken sajnos a születések száma. A tudomány és az egészség fejlődésével párhuzamosan pedig az aktív életszakasz mindinkább kitolódni látszik, és a mai nyugdíjasok mindig gyakrabban alkotják a munkaerőpiac egy igen jelentős szegmensét. Ezek a tények a száraz, könyörtelen adatok, ám itt és most, azaz Magyarországon 2016-ban nem lehet ennyivel hülyen jellemezni az idősek helyzetét. Nem lehet, mert talán nincs még egy olyan társadalom a mai Európában, amelyet ennyire szétzirált volna a rendszerváltás. Nem lehet, mert ma hazánkat nem csupán gazdasági, de morális válság is sújtja. Szakadék látszik kinyílni a korábbi generációk és a fiatalság között, értékrendbeli, hozzáállásbeli szakadék. Nem lehet, tisztelt hölgyeim és uraim, nem észrevenni a különbséget az országot újjáépítő, az 56-os vagy akár a rendszerváltó generációk és a ma tömegesen külföldre távozó fiatalság között. Nézhetünk utánuk szomorúan, felhúzhatjuk a vállunkat tanácstalanul, de egyet tudnunk kell. Ők a mi gyerekeink, itt nevelkedtek. Felelősek vagyunk értük, döntéseikért, és talán éppen ezért jutnak eszembe most is ők paradox módon az idősek világnapján. Mert ebben a helyzetben szilárd alapokra, elszántságra és tapasztalatokra van szükség, ebben a helyzetben új szerep, új feladat vár az idősekre is. Egyre kevesebben bár, de még köztünk vannak II. Világháború túlélői és 56 hőse is. Olyan embertársaink ők, akik elmondhatják a mai fiataloknak, hogy túléltek és hogyan éltek túl nagy válságokat, akár egy egész világégést. Tapasztalataik, tartásuk életmentő lehet a mai ifjúság számára is. A reggeli hírek között hallottam a minap azon idősekről, akik nyugdíjazások után alsós kisdiákok mentorálását vállalják, és mint a tudósításból kiderült, a mozgalom rohamosan terjed az országban. Amint azt az érintettek elmondták, van mondani valójuk a fiatalság számára. Nos, tisztelt vendégeink, én úgy gondolom, hogy ebben a rövidke hírben foglalható össze leginkább ma az idősek szerepének, helyzetének átalakulása. Fontos azonban, hogy az idősekről szólva mindezen gondolatok mellett is teret nyerjen a tisztelet és a megkülönböztetett szeretet. Szükség van a példaként felmutatható hosszú, dolgos életutakra,
szükség a bölcsességre, és igen, szükség van a stabil, morális és érzelmi erőforrásokra, ahová mindig jó visszatérni. Hívjuk a szülői, nagyszülői háznak, vagy atyai, anyai tanácsnak. A legtöbb idős embertársunk ma egyedül, vagy magányosan él, ritka már a több generációs család, ezért a mai napon különösen fontos is az odafordulás. Álljunk meg a hétköznapok rohanásába, álljunk meg egy gondolat mellé, egy gondolatra, egy mosoly, egy-két biztató szó erejéig, és forduljunk szépkorú embertársaink felé. Nem ismerem az ENSZ döntéshozatalának folyamatát, de hiszem, hogy nem volt véletlen, hogy éppen október 1-ét, a meteorológiailag is kézzelfogható ősz tulajdonképpeni kezdetét jelölték az idősek világnapjául. Ez az időszak talán az erre legméltóbb alkalom, a pihenésre készülődő természet őszi színkavalkádja, a nap immár nem kellemetlen, hanem nagyon is szívet melengető ereje, a gyümölcsel, gabonával teli kamarák képe mind-mind híven tükrözik érzéseinket. Az idősödő ember, mint az élet gyümölcs, termés, magába zárja létezése élete alatt elért hatásokat. Ezek a hatások formálják azzá, ami lett. Az élet gyümölcs magában hordozza az élet folytatását, a magot. Az ember pedig azt a sok tudást és tapasztalatot viszi tovább generációról generációra, melynek átadása egy olyan folyamat, ahol megvan minden egyes ember személyes feladata és szerepe. Őszinte szívből kívánom most valamennyiünknek, hogy életünket ezek a feladatok és az indián nyár csodái mozgalmassága aranyozzák még nagyon sok éven át, jó erőben, egészségben. Mikor már kevésnek véljük a hátrajövő időnket, féljük múlását, rohanását. Észrevesszük, hogy milyen gyönyörű körülöttünk a világ, és milyen értékes is egy nap, egy haj, de hamar elszalad, igazi ajándék, és ami ezáltal nagyon-nagyon gazdagok lettünk. Erről így csodálatos egyszerűséggel oly fenségesen Márai Sándor az Ajándék című versében. És mégis, ma is, így is. Örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt. Az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár fényét. A magányt és a lármát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. Köszönöm a figyelmet. Kedves vendégeink! A következő percekben elismerő oklevelek átadására kerül sor. Békésváros önkormányzata az egyesületek, alapítványok javaslatára azoknak a személyeknek ítélt meg elismerő oklevelet, akik társadalmi munkájukkal, önzetlen tenni akarásukkal segítik nyugdíjas társaikat a mindennapi élet kisebb-nagyobb kihívásaiban. Megkérem polgármester urat az oklevelek átadására. Balog Mátyásné 10 éve tagja a Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubjának. Tagságának kezdetétől hűségesen jár a klubnapokra, rendezvényeiken aktívan kiveszi a részét a munkából. Minden részletre odafigyel, azon fáradozik, hogy minden a legnagyobb rendben történjen. Mindenkihez kedves, figyelmes. Idén a klub vezetőségi tagságába is beválasztották. A Békési Nyugdíjas Kosárfonók Klubja ezúton szeretné megköszönni áldozatos munkáját, és továbbra is nagyon jó egészséget kívánnak hozzá.
Diós Jánosné 4 éve tagja a Békésvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének. 3 éve végzi az egyesület könyvelési munkáját. Optimista személyiség, kedvessége, közösség formáló erő. Az idős emberekért végzett társadalmi munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi. Nagy figyelmet szentel a feladatok határidejének betartására. Szervezőkészségével aktívan hozzájáró rendezvények, kirándulások lebonyolításához. Türelme, empátiája kiemelkedő. A Békésvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete ezúton szeretné megköszönni neki az egyesület tagjaiért a közösség érdekében évek óta kifejtett áldozatkész munkáját. Balázs Imre 1992-ben lépett be a Békésvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületébe, ahol hamar ismerté vált jó szervezőképessége és a nyugdíjasokkal való törődése. 2002-ben a Békésvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnökévé választották, melyet azóta is aktívan vezet. Több mint 10 éven keresztül volt a Békési Civil Szervezetek Egyesületének elnöke, továbbá 10 éve a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének alelnöke és a Nyugdíjasok Országos Szövetségének vezetőségi tagja. Nagyon sokat tesz a békési nyugdíjasokért. Egyesületébe több mint 200-an léptek már be eddig. A tagok ezúton is köszönik az értük végzett munkát, fáradozást, az egyesület összetartását. A Békési Idősekért Alapítvány Pardi Annát javasolja kitüntetésre az Idősek Világnapja alkalmából. Pardi Anna több éve segíti az alapítvány munkáját. Rendezvényeik lebonyolításából aktívan kiveszi a részét. Mindig számíthatnak rá, példamutató és segítőkész. Társadalmi munkájával segíti az időskorúakat. Jó egészséget kívánva, a Békési Idősekért Alapítvány ezúton szeretné megköszönni és elismerni a közösségért végzett társadalmi munkáját. Szántó Mihályné a Békési Nyugdíjasok Egyesületénél végez évek óta önzetlen társadalmi munkát. 5 éve tagja az ellenőrző bizottságnak. Segítőkész rendezvényeik szervezésében aktívan részt vesz. Mindig számíthatnak rá. Az idősebb tagokkal tisztelettel bánik. Az egyesület vezetősége további jó egészséget kívánva ezúttal szeretné megköszönni társadalmi munkáját. Marsi Ferencné 5 éve tagja a Békési Nyugdíjasok Egyesülete vezetőségének, ahol a jegyzőkönyvet vezeti. Rendszeresen részt vesz a rendezvényeken, mindezekkel nagyban segíti a mindennapos munkát. Az egyesület vezetősége további jó egészséget kívánva ezúttal szeretné megköszönni az ő társadalmi munkáját is. Kis Gábor régóta tagja a Vasas Szövetség Békési Gépgyártó Városi Nyugdíjas Tagozatának, 2012 óta a vezetőségi tagságban is benne van.
mindig nagy odafigyeléssel segíti és támogatja az idős, nyugdíjas tagtársait. Munkájával nagyban hozzájárul a szervezet vezetőségének sikeres tevékenységéhez. Kiemelkedő az időskorúakért, a nyugdíjasokért kifejtett áldozatkész munkája, melyet ezúton szeretne megköszönni és elismerni a szervezet. Somogyi Juditot a Nők Klubja javasolta az elismerésre, mivel a különböző témájú klubfoglalkozások előkészítése és lebonyolítása során igen aktívan közreműködik mind a témagyűjtésben, mind az ismeretbővítő, ismeretátadó tevékenységben. A klubtagsága jó egészséget kívánva ezúton szeretné megköszönni a munkáját. Minden kitüntetettnek szívből gratulálunk!